Vadkamerákat szereltek fel az ugyeri városrészben. A képrögzítő eszközökkel hatékonyan lehet fellépni az illegális szemétlerakás és a falopások ellen is. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban nézzék meg a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. Búcsú utolsó útjára kísérték Ungureán Lászlót, a városi sportélet meghatározó személyét. Novák Katalin távozását szeretné a Momentum helyi szervezete, a Fidesz irodához feliratokat ragasztottak, és csengő szófoglalkozás a Várkonyi iskolában, tegnap az olvasás volt a fókuszban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városi Televízió pénteki híradójában. Három darab vadkamerával bővült a város térfigyelő rendszere. Az új eszközök javarészt az Ugyerban működnek. A vadkamerák kihelyezését elsősorban az illegális hulladékrerakás és a falopások megakadályozása, valamint az elkövetők felkutatása indokolta. Négy helyszínen felváltva három vadkamera segíti a mezőőrök munkáját. Erről korábban a képviselőtestület döntött a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet alapján. A vadkamera kiváló szolgálatot tesz, alig észrevehető, praktikus, és nem utolsó sorban segíti az illegális tevékenységek felderítését. Az eszközök telepítését szorgalmazta a körzet önkormányzati képviselője is. A tavalyi évben a mezőőri munka hatékonyságának a növelése céljából javaslatot tettem úgynevezett mobilan kihelyezhető, úgynevezett vadkamerák kihelyezésére a körzetben, illetve külterületi helyszíneken. Nagy előnyük ezeknek a kameráknak, hogy nem szükséges hálózat a képítésükhöz, illetve több külterületi helyszínen is meg lehet figyelni. Továbbá fixen telepített kamerák is kerültek kihelyezésre ide a körzetbe, amelyek szintén segítik az illegális cselekmények visszaszorítását. A vadkamerákat javarészt Ugyer dűlő útjainak keresztesződésében szerelték fel. Ezek azok a frekventált területek, melyek indokolták az új eszközök telepítését. Elsősorban a fa és terménylopások visszaszorítása a cél, valamint az illegális hulladéklerakók, úgymond fertőzöttebb területek kihelyezése, oda kihelyezni ezeket a kamerákat, és gyakorlatilag ezeket felderíteni és visszaszorítani. A körzet önkormányzati képviselője arról is beszélt, régi igény valósult meg a vadkamerák kihelyezésével. Az elmúlt időszakban több közbiztonsági fórumot is tartottak a városrészen a megszaporodott bűncselekmények, például az illegális hulladék elhelyezés vagy a falopások miatt. Alapvetően az itt lakók azok örömmel fogadták, ezen a közbiztonsági fórumon is felmerült ezeknek az igénye, és a tavalyi évben információim szerint 28 esetben történt intézkedés a rendőrség részéről kamerafelvételek alapján. A vadkamerák éjjel-nappal rögzítenek, a felvételeket a közterületfelügyelet kezeli. Ha a közterületfelügyelet munkatársai a felvételek áttekintése során gyanús dolgot észlelnek, jelzik a rendőrség felé, akik szükség esetén lefoglalják a kamera képeit. Családja, munkatársai, sportvezetők és a város sportszerető közössége búcsúzott ma Ungureán Lászlótól a Kálvária temetőben. Ungureán László sportújságíróként hosszú évtizedekig vitte Cegléd jó hírét szerte az országban, sőt, határon túlra is. 2007-ben megkapta a Cegléd város sportjáért díjat. Folyamatosan érkeztek ma a gyászolók a Kálvária temetőbe. Virágokkal és főhajtással búcsúztak a város sportéletének meghatározó személyétől, Ungureán Lászlótól. A család mellett barátok, sportvezetők, munkatársak is lerótták kegyeletüket. Fehérvári Jákó evangéliumi igékkel kezdte a búcsúzást, majd a hozzátartozók gondolatait tolmácsolta. Ungureán László a Velkei testvérek generációjának első gyermeke volt. Haszi a nagybácsiktól a sport szeretetet, a sportszerű becsületes magatartást, a kemény munkát, a kitartást, gyógyszerész édesapjától a dokumentumok precíz rendben tartását tanulta. Édesanyjától, a nagynéniktől a szeretetet, a kedvességet, az együvé tartozást és a segítségadás természetességét szívta magába. Ungureán László autószerelő és restaurátor képesítést is szerzett, majd útépítő technikus lett, és útügyi előadóként, műszaki ellenőrként dolgozott évtizedekig.
Polgári foglalkozása mellett életét a sport határozta meg. Gyerekkora óta a Fradinak szurkolt, ő maga pedig versenyszerűen pingpongozott és kosárlabdázott. De nem csak sportolt, tudósított is az eseményekről. Többek között írta a Pest megyei hírlapba, és 1970-től a Nemzeti, akkori nevén Népsport hasábjain is olvashattuk sportbeszámolóit, és természetesen a cegrédi médiában is meghatározó személy volt. Az élete során számos városi újságnak volt külsős munkatársa. Cikkeit folyamatosan archiválta, gyűjtötte, közel 15 ezer remek művet rejtenek a könyvei. A média világa tovább bővült először a rádiózással, majd a tévézéssel. Itt meg kell említeni a sportképeket, amit Veres Attilával és Kisfaludi Istvánnal szerkesztettek, majd Mátyás unokatestvérével karöltve a ceglédi városi televíziónál kommentált sporteseményeket szinte a halála napjáig. Ungurán László sportvezetőként is szerepet vállalt, a ceglédi asztali tenisz szakosztályt irányította. A város jó hírét vitte sportújságíróként az országban és a határon túlra is. 2007-ben megkapta a Cegléd város sportjáért díjat. Ungurán László nem csak sportemberként volt kivételes, kedvessége, közvetlensége, humora mindenkit magával ragadott. Szerette az embereket, szeretett jóra való emberekkel együtt lenni, társaságban, viccelődni, sütni, főzni, ha kellett segíteni és segítséget kérni. Ungurán László sajnos az utolsó nagy meccset, amit a betegséggel vívott, elveszítette. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket. A gyászolók utolsó útjára kísérték a város sportéletének meghatározó alakját, a családi sírt, ahol mostantól Ungurán László is nyugszik, temérdek koszorú és virág borítja. Feliratokat, képeket ragasztotta a Momentum helyi szervezete a Fidesz irodájához. Közleményt is kiadtak, melyben leírják, azt szeretnék elérni, hogy Novák Katalin azonnal távozzon a közéletből. Képek, feliratok kerültek ki tegnap este a Fidesz helyi irodájára. Kollár Zoltán, a Momentum helyi elnöke közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a tiltakozó véleménynyilvánító akciójukkal kapcsolatban. Ebben úgy fogalmaz Novák Katalin, tette vállalhatatlan. Elnökasszony véleménye szerint kegyelmet élvez egy olyan ember, aki gyermekek molesztálásában, zaklatásában működött közre. Ez semmilyen érvel sem magyarázható, írja. K. Endre Orbán Viktor miniszterelnök testvérével ápol kapcsolatot. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen ocsmány cselekedetnek, ha a hatalomhoz közel álló személy a cinkostárs, akkor minden jogi következmény nélkül elkövetheti a tetteit, fogalmaz Kollár Zoltán. Arról is ír közleményében, több gyermek esett áldozatul a szörnyű esetnek, köztük volt, aki öngyilkosságba menekült. Semmilyen formátumban nem menthető fel egy ilyen ember tettei alól. Közleményét azzal zárja, Novák Katalinnak a nemzet egységét kellene képviselnie. Ezzel a döntésével viszont egyértelműen bizonyítható, hogy a párt érdekek vezényelték, és alkalmatlanná vált a feladatára. Véleménynyilvánító akciójukkal pedig azt szeretnék elérni, hogy Novák Katalin azonnal távozzon a közéletből. Pedofil simogatóknak nincs kegyelem, fogalmazott Kollár Zoltán, a Momentum helyi szervezetének elnöke. Csak olyan fotókat osszunk meg magunkról a közösségi oldalakon, ami nem kihívó, amivel nem tudnak visszaélni, javasolja a magyar rendőrség. A biztonságos internet világnapjához kapcsolódóan a szokásosnál is több előadást szerveznek országszerte, és még intenzívebb a figyelemfelhívó kampány. Sajnos még mindig sokan vannak, akik nem körültekintően használják a világhálót, és áldozattá válnak, vagy testi és lelki bántalmazás, vagy anyagi értelemben. Nincs olyan tizenéves, aki ne használná az internetet, ezzel nincs is semmi gond, hiszen az életünk része lett, de nem mindegy, hogyan használjuk, főként, hogy mit osztunk meg magunkról. Személy szerint nem szoktam semmit se posztolni, mert nem szeretnék magamról fotókat mutogatni, meg hát én nem ilyen típus vagyok. A magyar rendőrség rendszeresen szervez előadásokat a diákoknak, stábunk még korábban ellátogatott egy ilyen órára, ahol a tanulókkal arról beszélgettek, miért kell kétszer is meggondolni, milyen fotót posztolunk. A kép ne legyen kihívó, ne legyen olyan, amivel bárki visszaélhet, vagy lelki és testi bántalmazás lehet a vége. És arra is figyelni kell a gyerekeknél, kivel csetelnek, kivel kommunikálnak, nem árt, ha a szülő ezt időnként kontrollálja.
Ez nem a gyermekszabadságának a túlzott korlátozása, hanem egyfajta előre gondolkodás a szülő részéről. Higgyük el, hogy nagyon sokszor csodálatos dolgokat találnak ilyenkor a szülők, hogyha egyszer megteszik ezt az ellenőrzést otthon, és akkor el lesz számoltatni tényleg a gyereket, hogy kislányom, kisfiam, ki ez, mi ez, mi történt, vagy miért csinálsz ilyet. A gyerek nem gondolja, hogy ez probléma lehet, nem gondolja, hogy esetleg egy beteges emberrel találkozik, nem gondolja, hogy ezzel kárt okozhat, neki ezt meg kell tanulnia. A telefonokon már van nyomkövetési applikáció, ami szintén hasznos lehet, hogy gyermekünket biztonságba tudjuk, tette hozzá Karas Csaba. A biztonságos internetvilágnapja kapcsán beszélni kell a telefonos csalókról, akik egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak anyagi kárt okozni. Az alezredes azt tanácsolja, legyünk óvatosak és bizalmatlanok a telefonhívásokat illetően. Én magam is azt teszem, hogyha ismeretlen számot látok, akkor az ismeretlen számot nem hívom vissza. A plusz 36-on kívül az összes többi hívószám, az mind külföldi szám, a plusz 216 vagy 219-es hívószámú számok, akár afrikai számok is lehetnek, óriási összegbe kerül ezeknek a meghívása, és bizony itt kárt okoznak a sértetnek. Arra kérnék mindenkit, hogy itt is, mint minden más ilyen online cselekménynél, legyünk körültekintőek. A netes csalók a bankkártya adatok megszerzését is előszeretettel alkalmazzák, több 10 milliárdos kárt okozva ezzel az óvatlan embereknek. A Magyar Rendőrség Mátrix csoportja kifejezetten az internetes csalók felderítésén dolgozik, de időről időre fontos szerepe van az állampolgárok felé a figyelemfelhívó akcióknak is. Az olvasás volt a főszerepben tegnap a Várkonyi Iskola csengő szófoglalkozásán. A nagycsoportos óvodások játékos formában ismerkedhettek az irodalommal és persze a leendő tanítónénikkel. Sokan érkeztek a programra, aminek lesz folytatása. Legközelebb február 22-én várják a gyerekeket. Mosollyal az arcukon vették át tegnap délután a gyerekek a matricával ellátott mappát, és minden óvodás kapott nyakbavalót is. Sorra érkeztek a kicsik és szüleik a Várkonyi Iskola csengő szófoglalkozására. Remek alkalom ez arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a leendő tanítónénikkel. Már a nyílt napon is ugye a leendő tanítónéniket látották a szülők. Most a gyerekekkel együtt ugyanezt történik. Némileg a következő év tanítónéniei tartják a foglalkozásokat két teremben. Reméljük, hogy elférünk, és remélem, hogy lesz elég gyerek, akinek meg tudjuk tartani ezt a foglalkozást, de most egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Az 50 perces játékos foglalkozás körtánccal kezdődött. A gyerekek közben medvéről szóló dalt énekeltek. De a Maci az egész program alatt fontos szerepet kapott. A foglalkozás címe is ez volt, a Maci olvas. Azért Maci olvas, mert alapvetően ez egy magyar óra, olvasás óra egy alsós nyelven. Egy kicsit ezzel ismertetjük meg őket, és próbáljuk az iskolára hangolni a leendő óvodásokat. A programon a gyerekek nagyon jól érezték magukat, színeztek és mondókákat is mondtak. A foglalkozásra a szülők is beülhettek. A Várkonyi Iskola hamarosan újabb izgalmas órára várja majd a kicsiket. Február 22-én lesz ez a Mackó világot lát című foglalkozásunk. Alapvetően ez ilyen idegen nyelv témakörű lesz, tehát angol és német nyelvvel fognak egy kicsit ismerkedni az óvodások, nyilván az ő szintjüknek megfelelően. A Várkonyi Iskola összesen 4 csengő szó foglalkozást tart, az utolsó majd március 21-én lesz. Ezzel a hírrel köszönöm meg mai és egyben egész heti figyelmüket a Híradóban. Adásunkat a háttérrel folytatjuk, melyben az Óbudai Egyetem Cegléden induló képzéseiről szóló tájékoztatót láthatják hosszabban. Friss hírekkel pedig legközelebb, majd hétfőn este 6 órakor számítok figyelmükre, tartsanak velünk akkor is. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!